Az A csoportos világbajnokságon viselt mezét mutatja Gebei Péter jégkorongjátékvezető. A dunajvárosi sípmester első magyarként vezethetett meccseket az elit világbajnokságon Oroszországban. Mint mondta, véleménye szerint sikeres világbajnokságon van túl, ám természetesen a kezdetekkor voltak kétségei. Amitől egy kicsit tartottam, az, hogy pszichésen hogy tudom magam összerakni ezeknek a játékosoknak, hogy én dirigáljak azok ellen azt a mennyiségű közönségnél dolgozni, és azon a nyomáson dolgozni, ami itt éri az embert egy alcsoportos világbajnokságon. Azt gondolom, hogy ez is nagyon jól sikerült. Köszönhető ez nagyon-nagyon sok mindennek, a hátteremnek, a családi hátteremnek, a nyugalmamnak, amit biztosított az én családom, hogy ehhez én kikerüljek. A dunajvárosi játékvezető az elit világbajnokságon ebben a mezőnyben is kiemelkedőnek számító válogatottak meccsein is fújta a sípot. Rögtön az elején én Finnország-Belorussziával kezdtem, ami óriási élmény volt Koivujéknak ledobni a korongot, és azért ne felejtsük el, hogy a leendő 1-1-es draftos játékos, a Line is ebben a csapatban játszik, és rengeteg tehetség ahótól elkezdve sorolhatnám, és hát ugye később ők játszották a világbajnoki döntőt Kanadával, majd rögtön következett ugye Kanada, és sikerült fújnom Csehországnak, Svédországnak, Kazaksztánnak, Norvégiának, Szlovákiának, Franciaországnak. A magyar játékvezető teljesítményére a világbajnokságon többen is felfigyeltek, ennek köszönhető, hogy a KHL az orosz bajnokság meccseinek vezetésére is ajánlatot kapott.